Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban szó lesz arról, hogy aki nyáron kezdi meg tanfolyamait, valószínűleg őszig nem fogja tudni megszerezni vezetői engedélyét. A járvány okozta korlátozások miatt ugyanis jelentős torlódás alakult ki a gyakorlati oktatásban. Ezt követően pedig ellátogatunk Csík János otthonába, akit azért keresett meg stábunk, hogy meséljen a koronavírus járvánnyal kapcsolatos tapasztalatairól. A Kossuth díjas népzenész azt mondta, az óvatosság és az oltások mellett a zene is gyógyír a koronavírus okozta bajokra. De Csík János azt is kiemelte, szörnyű dolognak tartja az egészség elvesztésének, vagy akár a halálnak a lehetőségét, de ugyanúgy veszélyesek a lelki sérülések, amiket a sokszor feje tetejére állt világ miatt szenvedünk el. Már is kezdünk! Aki nyáron kezdi meg tanfolyamait, valószínűleg őszig nem tudja majd megszerezni vezetői engedélyét. Mint arról tegnap beszámoltunk, újraindította vizsgáztatási és utánképzési tevékenységeit is a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont. Ezzel egy időben az autós iskolák is kinyitottak. Stábunk annak járt utána, mire számíthatnak azok, akik most kezdenék el járművezetői tanfolyamukat. A szellőző alatt találhatod a világítás kapcsolót, ott, hogyha nullára rakod, ugye akkor nullán van. Ma már javában zajlott a gyakorlati oktatás a legtöbb autós iskolában, Kecskeméten. Bár az oktatók rohamtempóban próbálják behozni a lemaradást, a Covid miatti szigorítások alatt leállt a képzés. Így jelenleg sokan várakozni kényszerülnek. Ráadásul az április vége az autós iskoláknál a szezon előszobája, így nem csak a meglévő, de az újonnan jelentkező tanulók száma is jelentősen megnő. A Covid ideje alatt csökkent ugye az érdeklődés, hiszen gondolom az emberek mással voltak elfoglalva. Még azért mindig a lakosságnak, illetve akik szeretnének járművet vezetni, a nagy része szereti ugye személyesen intézni az ügyeit igazából, tehát online nyitva voltunk, és hát nem olyan sok jelentkezés volt, legalábbis a mi autós iskolánknál, tehát ahhoz képest, ugye, amikor ugye nyitva van az autós iskola, és személyesen meg lehet jelenni. Viszont ugye, akik előtte jelentkeztek, és folyamatban volt ugye a képzésük, akár elméleti, akár gyakorlati képzésük, azok most zúdulnak rá az autós iskolákra. Most kezdődnek majd az elméleti vizsgák, folytatódnak a gyakorlati oktatások, akiknek megálltak. Az a kellemetlen ebbe a tanulóknak, hogy ugye kiestek valamennyire a gyakorlatból azok is, akik esetleg vizsgálőt álltak, tehát őnekik azért egy pár órát kell vásárolniuk, ugye, és menni, hogy gyakorlatot szerezzenek, és reméljük sikeresen fognak ugye vizsgázni. Azok, akik meg a képzés közepén voltak, ugye, hát azokkal foglalkoznak ugye a kollégák, és kezdjük el csinálni. Előző időszakra nézve, előző évekre általában nyáron jönnek főleg a diákok igazából, de nem csak a diákok, ugye, tehát azt lehet mondani, hogy a nyár most már évek óta a gépvezető képzésben igazából ugye, egy nagyobb jelentkezést szokott produkálni, és elég sokan úgy gondolják, hogy nyáron megcsinálhatják ugye, a jogosítványt, illetve megtanulhatnak vezetni. Igazából ebből most az lesz a gondunk, hogy föltorlottak a tanulók, akik a Covid alatt nem vezettek, hiszen most már azt lehet mondani, már lassan május van, tehát azt lehet mondani, hogy egy másfél hónap múlva betör a nyári szünet, és ugye még ugye azok, akik elmaradtak, azokkal kell foglalkoznunk, és főleg, hogyha a nyáron jelentkeznek ugye, a hallgatók, őnekik még van az elméleti része, amit megcsinálnak elméleti vizsga, és utána alig marad egy másfél hónap arra, hogy gyakorlati vizsgát tehessenek, de ez az idő ahhoz kevés ugye, gyakorlásra általában, hogy ő még a nyáron sikeres vizsgát tegyen, és esetleg vezető engedélyhez jusson. A jogosítvány megszerzésének folyamatát lassítja az is, hogy a vizsgára váró tanulók is feltorlódtak. Emellett az egyéni képességek is jelentősen befolyásolják a tanulóidőt. Én azt látom igazából, hogy az elméleti részt, ugye, mivel legtöbben online csinálják, azt hát általában
egy 2-3 hét alatt szokták ugye elvégezni. Ezután következik ugye az elméleti vizsga. Itt ugye a határidőket ki kell várni, hiszen a hatóság, illetve a KAV is határidőkre dolgozik. Tehát akkor, amikor valaki lejelenti, vagy jelent, ugye, hogy megvan neki a képzési igazolása, és elvégezte a tanfolyamot, utána lehet számítani, hogy körülbelül 2 hét, mire elméleti vizsgára kerül. Ezután, hogyha sikeres vizsgát tett, ezután kezd a gyakorlati képzése, és ki kell számolni, hogy ma azt lehet általában tapasztalni, hogy az első vizsgára bizony olyan 40-45 órával mennek el a tanulók, és akkor reálisan számolni, hogy heti 2, esetleg 3-2 órát tudnak vezetni, és akkor mindenkire rábízom azt, hogy ezt úgy próbálja meg kiszámolni, és majd meglátja, hogy mennyi idő jön ki. Tehát ma megmondani azt, hogy 3 hónap, 4 hónap, 5 hónap, nem tudjuk. És akkor még azért mondom újólag, hogy most a Covid miatt picit mondva várakozó tanulók, akikkel most a kollégák foglalkozni fognak, ez ki fogja tolni ott az időt, és attól, hogy sikeres elméleti vizsgát tett, hangsúlyozom, nem jelenti azt, hogy rögtön 1 vagy 2 héten belül autóra is fog kerülni az a tanuló, aki sikeres elméleti vizsgát tett. A jelenlegi torlódás a szakemberek szerint csak lassan fog megszűnni. Nem fogok jót mondani, de én úgy gondolom, hogy olyan szeptember körülre kerülünk vissza abba a kerékvágásba, ami lett volna, tehát lehetett volna, hiszen most leálltunk durván 2 hónapot. Na most, ha ezt hozzáteszem, ugye ahhoz most elindultunk, és ezt a 2 hónapot hozzátesszük, és mire tényleg az, hogy a tanulók az elméleti vizsga után akár egy 2-3 hétre autóra tudjanak ülni, az valószínű, hogy szeptember. Az általános óvatosság és az oltások mellett a zene is gyógyír a koronavírus okozta bajokra, vallja Csík János zenész, akit stábunk keresett meg, hogy meséljen a koronavírus járvánnyal kapcsolatos tapasztalatairól. A zenész kiemelte, szörnyű dolognak tartja az egészség elvesztésének, vagy akár a halálnak a lehetőségét, de ugyanúgy veszélyesek a lelki sérülések, amiket a sokszor feje tetejére állt világ miatt szenvedünk el. Járványhelyzet idején fontos, hogy hiteles helyről tájékozódva átgondoltan cselekedjünk. A koronavírus sokszor a feje tetejére állította az életünket az elmúlt egy évben. Csík János, a Csík zenekar alapítója maga is vallja, hogy fontos a személyes példamutatás. Ezért szívesen áll televízión kamerája elé, hogy elmondja tapasztalatait, érzéseit és saját tanácsait a koronavírus járvánnyal kapcsolatban. Elég sokáig ilyen visszafogottan, óvatosan mindig úgy kezeltem, hogy a lehető legtárgyilagosabban és a leghigadtabban kezeljem. Nem rohantunk el a boltba bevásárolni, meg ilyesmi. De volt úgy, hogy meséltek, az egyik ügyvéd barátom mesélt az ő ismerőséről, aki fiatalon, sportoló emberként egy-két héten belül elment. Tehát ilyen váratlanul megdöbbentő dolgokat hozott. Az is megdöbbentett, hogy másoknál meg alig-alig tünetekkel lezajlott ez a történet. Volt, aki hálás ilyen messenger üzenetet küldött a kórházból, és a hálás volt főleg a kórházi dolgozóknak, hogy mindig azt hallotta, hogy így rossz a kórház, meg új rossz a kórház, és mikor bent volt, akkor teljesen elégedett volt, amit ott látott. És nekem is a nővérem kórházban dolgozik, persze, hogy mindig kérdezgettem, hogy mi a helyzet, hogy mint. Hát kemény dió, és nem is tudom, hogy hogyan tudnak majd ezen úrrá lenni. Ezek mindig olyan információk voltak, amit ugye a hétköznapi ember, mivel nincs benne, és ne is legyen, az nem tudja, és így távolról nézve. Néha még megértettem a hitetlenkedőket is, mert ha nincs a közelükben semmi olyan, ami erre okot adna, akkor tényleg tanástalanok, és néha a netről is olyan hírek jönnek, amit nem érdemes. Én nem is nagyon szoktam ezeket nézegetni. Csík János szerint fontos, hogy szavahihető, leellenőrizhető források alapján közlő médiumokból tájékozódjunk.
A híres zenész azt is kiemelte, hogy a szakemberek véleményét mindenképpen érdemes követnie. Én egy konkrét mikrobiológus barátommal beszéltem, aki Bécsben él, dolgozik, de sokat találkoztunk itthon is. És első kézben akartam tudni, hogy mi is ez az egész történet, és mindig nagyon készségesen is jól elmondogatta. Ő mondta, hogy amint lehet, ez még az egész történet, tehát az oltásügyek elején volt még, hogy amint lehet, oltassuk be magunkat, még el se kezdődött ez az intenzívebb oltási folyamat. Ő mondta, hogy már tegyünk, és mikor kérdeztem, hogy vajon melyik oltóanyag a jobb vagy rosszabb, egyikre sem mondta azt, hogy ez most ezért rossz vagy azért rossz, mindegyik másképp dolgozik, másfajta képpen működik, és biztosan ebben is komoly fejlesztések lesznek, még lesznek új gyógyszerek, de ő például oroszt kapott, és ő azt mondta, hogy az a rendben van. Rákérdeztem, én Pfizert kaptam, és akkor rákérdeztem, hogy mi a helyzet, azt mondta, hogy nem gond. Én nekem annyira nem volt gondom az első oltás után, hogy én este ittam rá egy jó kis pálinkát, vagy őszinte legyen. De ez adjék, hogy másoknak se legyen gondja. A pálinka vírus nem öli meg, de fontos, hogy az ember feloldódjon. A frusztrációra még jobb gyógyír a zene, vallja Csík János. Hát az biztos, hogy már egy év után az ember csak elfárad, és kicsit már aggódom is az emberekért, hogy az a fajta lelki teher, amit meg lelki gond, amit ez okoz, az vajon mennyire lesz maradandó, vagy mennyire lesz megoldható, hogy föloldódjon. Sokszor a gyerekeken érzem azt, a tanítványokon is, hogy online tanítani nem olyan, mint rendesen tanítani az ember, és azért az szóval csökkenek a hatékonysága, tehát a tanítás hatékonysága is. Jobb a személyesen, jobb az úgy, ahogyan a hagyományos dolog volt. Mindamellett sok új tapasztalat hozott, úgyhogy technikailag sok minden újdonság volt, ami hasznos volt, de én még úgy vagyok vele, hogy ha hosszú ideig elhúzódik, akkor az nagyobb károkat okozna, mint az, hogyha most mindenki beoltatja magát, és tisztességesen vigyáz azért mellette, megmossa a kezét, maszkot hord, és szép lassan kievickélünk ebből a helyzetből, de ha nem csinálunk érte semmit, akkor sose lesz vége, tehát igenis tenni kell. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kínában debütált a Mercedes új EQB modellje, melynek gyártása a globális piacra Kecskeméten történik majd. Az előkészületek már most zajlanak a gyárban. A fenntarthatósági témahéthez csatlakozott a kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola. Az alsósok különböző programokon dolgozzák fel az erdő témakörét. Le a műanyag zacskókkal címmel indította kezdeményezést a Zöld Vitalitás Cédrus kör tagjai. Az akció lényege, hogy újrahasznosított anyagból varnak vásárláshoz használható szatyrokat, amelyeket a piacokon árusítóknak osztanak majd ki. Aki nyáron kezdi meg tanfolyamait, valószínűleg őszig nem tudja majd megszerezni vezetői engedélyét. A járvány okozta korlátozások miatt jelentős torlódás alakult ki a gyakorlati oktatásban. Új 10 részes sorozatot indít a Kecskeméti Televízió a függőségekről. A jövő hét szerdán debütáló Tiszta Percek című műsorban a Mentál Addict konzultációs iroda szakemberei működnek közre. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!